Szabi, 1-0-es vereséget szenvedtünk a Budapest Honvéd ellen edző mérkőzésen. Hogy láttad a mérkőzést, mennyire lehetünk elégedettek a csapat mai teljesítményével? Összességében szerintem én nem vagyok elégedett, mármint az eredménnyel, a csapatjáték képével azt tudom mondani, hogy az első fél időben igazából el voltunk csúszva, késtünk 1-2 ütemet középpályán, hogyha igazából hozta az ellenfél akár kontra támadást, akkor nem faltoltunk bele. Ezek igazából nagyon fontos dolgok lennek, mert gólt is így kaptuk, hogy eladtuk, átfutottak rajtunk, és ebből szereztek gólt, szóval ezen mindenféleképpen javítanunk kell. Milyen volt bal hátvédet játszani a meccs zömében? Hát igazából már hozzá vagyok szokva ez a pozícióhoz, hát nem a egyik kedvencem, ezt szerintem tudja mindenki, de ahol teszem a terén, ott mindenféleképpen megpróbálok maximumot teljesíteni. Összességében hogy érzed, hogy sikerült a felkészülés? Azért az látszott a csapaton, hogy fizikailag eléggé rendben vagytok, hiszen még a 90. perc környékén is letámadtuk a Honvédot az ő térfelükön. Igen, én is úgy gondolom, hogy rendben van a csapat. A lábak egy kicsikét fáradtak, de szerintem benne van. Igazából minden nap kettőt edzettünk az edzőtáborba, szóval ez tényleg szerintem rendben is van, hogy fáradtak a lábak. Mennyire nehéz úgy neki menni a tavaszi szezonnak, hogy mindössze egy edzőmeccs van a lábatokban? Hát szerintem a csapat ezzel a feladattal meg fog igazából birkózni. Szerintem mindenki van olyan profi, mint csapat és mint egyén is, hogy ezen túllépünk, és úgy menjünk be az első mérkőzésbe, ahogy igazából elvárjuk magunkat, meg hogy a szurkolók is elvárják tőlünk. Hogy látod, miben kell javulni a Budafok elleni meccsig? Mire fogtok figyelni az elkövetkezendő hétben? Igazából szerintem a helyzeteknek a értékesítését kell szerintem javítanunk. Most is volt szerintem 3-4 olyan helyzet, amit szerintem illet volna belőni, volt egy nekem is. Ezen tényleg mindenféleképpen azon leszek, hogy ezeket belőjem, és tényleg amit mondtam is, hogy az ellenfél eljön egy kontrából, akkor szerintem le kell őket faltolni, mert falt nélkül szerintem nem lehet meccseket nyerni.